Sziasztok! Viva Natura, Vivat Natura című adássorozatunkat látjátok. Kedves vendégem Partul Viktória. Szia, Viki! Szia, sziasztok! És ma egy örök zöld témáról beszélgetünk. Remélem, van, aki már egyszer ezt el is tudta felejteni, hogy erről beszélnie kelljen. A fogyókúráról beszélünk. Az emberiség történetével egy idő szerinted a fogyókúrás vágyakozás, vagy minden időszakban volt ennyi elhízott ember, mint a mostani időszakunkban? Nem gondolom, hogy minden időszakban, illetve hát nem tudhatom, hogy előző civilizációkban hogy volt, de azt gondolom, hogy korábban azért nem volt ennyi túlsúlyos ember, mint ma. Alkatilag voltak mindig soványabb, meg kövérebb emberek, de annyira jellemzően túlsúlyos emberek, mint ma, nem voltak, úgy gondolom, és ennek rengeteg oka van, hogy ma miért tartunk itt, ahol, hát és az ok természetesen a táplálkozásunkba keresendő, ami az elmúlt 10-20 év alatt nagyon-nagyon megváltozott. Hát ugye arról beszélünk a 88-as év után, ami itt bekövetkezett, hogy tömegével ellenőrizetlen összetételű, alapanyag kiegészítő, régen is voltak pofi emberek, nagymamám se volt vékonka, de ugye ő valahogy másképp volt kövér, tehát hogyha ahogy elkapta Pistikét, mikor jó elverte a gatyámat, akkor abban a nőben erő volt, és az a kar, amit ma azt mondjuk, hogy elhízott, az egy kemény húsú. Hát meg amikor már gyerekeken 8-10 éves korban a narancsbőr jelentkezik, az a méreganyagoknak a felhalmozódása, tehát soha annyi méreganyagot nem ettünk, mint amennyit ma, manapság eszünk nap, mint nap. Hát és hozzáteszem, hogy én is látom ezeket a gyerekeket, sírva fakadok tőlük, egyébként nagyon sokszor a gyors étkezdékű benücsörögnek egy kis számítógép előtt, addig legalább csöndben vannak, nem zavarják anyát, apát. Ez egy katasztrófa. Tehát az, hogy a felnőtt korosztályával hízva, az önmagában is sajnálatos, de hogy a gyerekeink már egy olyan akkora hátrányon indulnak az életbe, hogy szinte kiheverhetetlen, mert amikor a szervezetnek épülni kéne, csontot kéne építeni, mindenféle tartalékokat kéne képezni egy hosszú egészséges életre, akkor a gyerekek ezzel a habhállyal gyakorlatilag hosszú távon egészségkárosodás. Igen, hát az egyáltalán nem mindegy, hogy hány éves korban kezdjük el az egészségtelen táplálkozást. Ugye azt mondtuk, hogy az elmúlt 20, de inkább az elmúlt 10 év az, ahol a táplálkozásunk ennyire félresiklott. És egyáltalán nem mindegy, hogy ezt egy felnőtt szervezetet érinti, vagy egy gyerek szervezetet érinti, amelyik még fejlődésben van, ugye. Nem mindegy, hogy milyen alapokkal indulunk. Úgyhogy ezért ma még fokozottabban oda kellene figyelni, hogy a gyerekeknek mit teszünk, természetesen arra is, hogy magunknak mit adunk enni. Amerikából jöttünk, mesterségünk címere, ne adjatok természetes anyatejet a gyereknek. Tehát megszületik a kisbaba, édesanyának van anyateje, és az orvos le akarja beszélni, hogy figyelj ide, ellenőrzött tápszereket adja a gyereknek, ne anyatejet. Ez szerintem az én fogalmazásomban bűn. Az mindenképp. Bűn. Tehát, hogy egy gyárnak a propagandáját, tehát hogyha megkérdezed tőlem, hogy honnan történik a gyerekek táplálkozásának az elrontása, akkor már az anyamébe sem mindegy, hogy az édesanyja mit evett, de hogyha beleveszik azt, hogy az anya tejtől el akarják venni a gyereket, akkor ez mindenképpen bűn, igen. És akkor ott tartunk, hogy sokkal fiatalabb korban vannak allergiásak, igen. Sokkal fiatalabb korban kerülnek már orvos kezébe, megmagyarázhatatlan betegségekkel. Felnőtt korban is egyre több az ételallergia, ami ugye megint visszavezethető az életmódunkra, hogy ez miért alakul így, de a túlsúlyra térjünk vissza. Amit étkezünk, az igazából ugye nem táplálék a szervezetünknek, viszont kalóriákat beviszünk, amiket aztán utána elraktározunk. Van olyan dolog, ami van az ételben, hogy az nem étel? Van, persze. Most tudom, a Pistike kérdését tettem föl, de az emberiség hogy teheti meg, hogy szintetikus szemetekkel leteti magát? Hát van egy érdekkör, akiknek ez érdeke. Természetesen ugye minden összefügg mindennel, csak észre kell venni, hogy ez is milyen dolgokkal függ össze. A mi dolgunk az, hogy ezt észrevegyük, és próbáljunk meg kitérni ezek elől. Tehát térjünk vissza a természetes anyagokhoz. Jó. Amíg még lehet. Szituáció játék, úgy hívnak engem, hogy Marika. Szólnak a barátnőm, hogy holnap megyünk a strandra, vagy a jövő héten, vagy egy is megyünk nyaralni. Előveszik a fürdőruhát, hát ez már nem jön ránk. Belenézünk mesztelenül reggel a tükörben, és úristen, hogy nézek ki, hogy mentek? Tehát mik a lépésről lépésre, milyen tanácsokat tudnál adni mondjuk egy hölgynek, aki 30 és 40 év között van, tehát hogy még genetikailag testvérépítés szempontjából egy csinos nőnek kellene lennie, de ezzel szemben itt-ott kidudorodik egy kis hájacska rajta.
Hát először is nagyon fontos, hogy ne várjuk meg, ameddig 10 vagy még több kiló felszaladt, tehát amikor már egy 5-6 kiló felszaladt, akkor azért már kezdjünk el gondolkozni, hogy az miért lehet, mert sokkal könnyebb annyit leadni, mint később aztán többször 10 kilót leadni. Másrészt pedig valamilyen testmozgást mindenkinek végezni kell. Ami neki belefér, amit szeret csinálni, azért hetente egyszer-kétszer minimum úgy gondolom, hogy kellene valamilyen testmozgást beiktatni, még akkor is, hogyha rohanó életet élünk. Az egészséghez mindenképpen szükséges, nem csak a testi egészséghez, a lelki egészséghez is. Sokkal jobb olyankor a teljesítő képesség is, hogyha sportolunk. Ugyanakkor meg kell nézni azt, hogy milyen a szénhidrátok aránya a táplálkozásban. Ne együnk már késő este, olyan 6 óra után körülbelül már ne együnk, mert utána már, hogyha eszünk késő este, akkor az emésztés az nem lesz teljes. Az étel egy része emésztetlen marad, viszont raktározódni fognak, úgyhogy el lehet úgy is hízni, hogyha valaki csak este eszik, máskülönben nem eszik. Egy idő múlva, néhány hét, hónap, év alatt azért látni fogja a túlsúlyait az is, aki csak este eszik. Tehát a késő esti étkezést azt hagyjuk ki. És akkor még sorolhatnám. Jó, egy kicsit ugye rabszolgatartó demokráciában élünk, ez egy anachronizmus volt ez a mondat önmagában, de ez az igazság, hogy általában az emberek 8 éve munkával nem tudják megtermelni azt a minimális összeget, hogy a csekkjeiket kifizetjék, és általában mindig még délután is dolgoznak, és este 6-kor, 7-kor esik le a család az asztalhoz, akkor tudnak először együtt beszélgetni, és ennek az egyik ceremóniája pontosan az esti étkezés. Az már egy megint másik kérdés, hogy anya mit rántott ki a mélyhűtőből, vagy mit tudott a gyors bevásárlás közben hazahozni, rózsaszín felvágottakat és hófehér kenyereket, amiből tudjuk, hogy az egyikben sincs semmi, csak üres igen kalória, és akkor utána 8-kor, 9-kor a májunk lever, mert elámosodunk és a tévé előtt bepunyadunk. Na most ez a magyar lakosság 85-90%-a. Na ebből hogy tudnád őket megmozdítani? Hát ez ugye egyéni, nem ítélkezek, hogy ki miért él olyan életformát, amilyet. Ez mindenkinél egyéni, hogy kinek hogy alakult az élete, de az a mi felelősségünk, hogy apró-apró lépésenként próbáljunk meg változtatni ezen. Hát először próbáljunk meg odafigyelni, hogy napközben is együnk élő ételt. Amikor eszünk, ebédelünk, akkor is legyen élő étel, hogy legalább az enzimkészleteinket ne fogyasszuk feleslegesen, hanem az emésztő enzimeket vigyük be is, amikor sült és főtt ételeket eszünk. Ezeket ugye lehet pótolni ma már növényi tabletta formájában is, például a papajának az enzimje is nagyon alkalmas arra, hogy az emésztésünket segíthesse, tehát arra figyeljünk oda, hogy az emésztés az maradéktalan legyen, nem pedig raktározódó anyagok sokasága. És akkor ugye az egy történet, hogy mikor eszünk meg mit, de amikor olyan ételeket viszünk be, amik nem is ételek, mert a szervezet fel sem ismeri, és a bélrendszerben nem tud megemésztődni, csak ott pangani kezd, akkor az is egy alapja a túlsúlynak, az elnehezülésnek, illetve annak is, hogy aztán azt sem tud felszívódni a bélrendszerből, aminek fel kell. Tehát a fogyókúra az egy összetett dolog, hogy mi mögött állhat ez, és ennek is van lelki oka. Hogyha például a hasunkra elkezdünk egy réteget növeszteni, ennek ugyanúgy megvan a lelki oka is. És ha azon nem dolgozunk, akkor hiába fogyókúrázunk. Kedves nézőink, az elmúlt 10 percben itt a Viva Natura, Vivat Natura adásában Bartol Viktória természetgyógyász és fitoterapeuta társammal az elhízás okairól beszéltünk. Ideig 3 alapvető fontosságú ismerethez jutottunk. Az egyik az, hogy bármilyen életmódot élünk, hetente rendszeresen, legalább 2 alkalommal mozogjunk úgy, hogy ezt a kardiovaszkuláris, tehát az egész testünket átmozgató mozgást elérjük, hogy a szívünk ki tudja dolgozni ezt a rengeteg méreganyagot, ami pang egyébként a szervezetben, akár az érrendszerünkben is. A második, amit javasolt Viki, hogy este 6 óra után próbáljunk meg nem étkezni, és pont amikor a 10 perchez elértünk, elkezdett arról beszélni nekünk, hogy nem mindegy, hogy a tápanyagaink mellé milyen olyan táplálkozás kiegészítőket, gyógynövényeket fogyasztunk ahhoz, hogy ezek képesek legyenek feldolgozódni. Igen. Az emésztés követően, mert van egy szlogenünk, ami úgy hangzik, hogy amit ma megeszel, emészd meg holnapra, mert nem tudsz megemészteni, azt a máj úgy érzi, hogy ez van méreganyag, még hogyha tápanyag, igen, és elteszi zsírpárnába. És akkor a Viki pont arról kezdett el beszélgetni, hogy nem mindegy, hogy hova jön a zsírpárna, éppen azt mesélte el nekünk, hogyha valakinek ide a hasikájára jön a zsírpárna, akkor ez milyen lelki okot is takar mögötte?
általában azt, hogy nem merünk kiállni a világ elé csak mi magunk, hanem kell a világ és közém egy réteg, ami véd. Tehát távolságtartásom a másik emberektől. Nem akarok látszódni, igen. Tehát egyrészt formailag létrehozom azt, hogy hozzám ne szóljanak, mert egy kis pocakos nőként azért nem szólnak hozzám. Igyanakkor ezzel az a célom, hogy távolságot tartsak a többi embertől. Illetve lehet, hogy hozzád szólnak, csak a magabiztossághoz kell egy réteg, hogy tudjam, hogy véd valami a külvilág felé. De pont az ellen dolgozik, mert úgyis te hogy nézek ki a tükörbe. Igen, ez így van, és hát ameddig ezt nem tudom felvállalni, hogy réteg nélkül kiállok a világ elé, addig hiába fogyok urázom. Mert a szervezet az így szeretne segíteni nekem, hogy tudjon egy kis takaró réteget biztosítani. És akkor itt szeretnék átcsatolni a ma szinte mindenkit érintő hormonális kérdésekre is. Tehát a hormonok is... Én még a nagyfenékről is szeretnék felbeszélni. De hát, hogyha már elmondtuk a nagyhas, akkor jön a nagyfenék, a vastag comba, a vastag felkar. Ha már ilyen test karakterológiai beszélgetésbe tesztünk, tehát te kezdted el. Mi újság van a vastag felcombbal? Ennek te vagy a szakértője. Igen. Figyelj, mindennek közösen vagyunk a szakértői. Ez egyfelől genetika is, hogy mit öröklünk, amit ugye nem csak géneket öröklünk, hanem blokkokat is örökölhetünk, tehát átadják a szülők a blokkokat, ugyanúgy, mint a hasnál is. Tehát, hogyha én azt látom, hogy az édesanyámnak is szüksége van a takaró rétegre, akkor én is azt a viselkedésformát veszem fel, hogy nekem is szükségem lesz. Na, és másokat is mondunk. Tehát ugye általában a fenék az a genitáliát veszi körbe, és itt vannak az ivarszerveink, ott a gyökércsakránk, amit működtetni kell. Na most, hogyha a gyökércsakrát nem működtetjük, akkor általában úgy érzékeli, hogy valószínűleg ez a formai alakzat, ami a gyökércsakrára ingereket váltanak ki az ellenkező nem részéről, ez kicsi. Növeljük a formát, hogy látszódjunk, és elkezdi növelni. Ez mondjuk konkrétan a fenékről beszélgetünk, és ennek van egy optimális gömb alakú része, ami formarezonancia szempontjából izgalmas és érdekes lehet, és akkor, mikor nem következnek be az elvárt eredmény, akkor megyünk túl ezen a dolgon, de akkor már a test meg a úristen mekkora lettem, és megjön a negatív visszacsatolás, mint az előbb a nagy hasnál, és akkor onnantól lemondok, akkor inkább eszek, mert úgyse vagyok szerethető, nem kellek senkinek. Tudom, akarsz valamit ehhez mondani, de még a combot is megbeszélném. A vastag comb általában azt jelzi, hogy valamilyen olyan szituációban vagyunk benne, amiben tovább kéne lépni, meg kéne moccanni, de a tehetetlenség állapotában ülünk egy élet szituációba, és ennek a következménye úgy szintén egy túlméretezett felső combréteg, amitől nem tudunk tovább menni. És akkor most jön a felkar, az meg a cselekvéssel kapcsolatos dolog, hogy olyan dolgokat csinálunk az életben, amik nem működnek a környezetünkben, de tudjuk, hogy mit kéne meglépni, és itt van a lényeg mindig minden tudásban, de nem tesszük meg, ez is a cselekvéssel kapcsolatos, ez más kéne csinálni az életben, más kéne munkát kéne végezni, más kéne, és ez a felkarra van. Ebben nem teljesen egyezik a véleményünk. Az a lényeg, mert akkor innen érdekes az adás. Hogyha megnézed, akik írtak erről könyveket, Tepperwein és Rüdiger Dahlke, megegyezik tulajdonképp a vélemény, hogy ha egy fejlődési lépést meg kellene lépni, és tudjuk is, hogy mi az, de nem merjük meglépni, akkor az csípő problémát okoz. A lépéssel van összefüggésbe. Amikor a küllemünket változtatjuk meg, az mindenképpen vagy tetszeni akarunk, vagy nem akarunk tetszeni. Jó, a csípőzéletet most direkt nem akartam idehozni, mert ez nem a lehízással kapcsolatos. Nem, azért mondom, csak hogy mondjuk ne húzzuk rá csak ezt a sémát erre, mert ez így önmagában jó, ez tehát egy rész, akkor fogalmazunk igaz. Ki, tehát hogy a vastag comb egyértelműen valamilyen mozgás, akadályozás, gátlásának a része, a felső kar meg egy cselekvések elhanyagolása, és maga ez a formarezonancia gondolkodású út az meg nem is Tepperwein-től származik, hanem egy másik nagyon kedves ismerősömtől, akit most nem hoznánk ide, mert itt ül. Menjünk tovább ebbe a fogyókúrás dologba. Tehát ideig elmondtuk, elrettentettük, hogy mit csináljon, hogy táplálkozzon. Igen. Tehát még azt hozzátenném a táplálkozáshoz, hogy nézzük meg a szénhidrátok arányát. És amikor mondjuk este felé éhesek vagyunk, akkor mondjuk ne feltétlenül szénhidrátot vegyünk magunkhoz. Soroljuk már fel a szénhidrátok, hogy mik jöhetnek ide, mert mindenki a kenyérre gondol egyedül. Kenyerek, tészták. Pizzatészták ezek, tehát ezek ne legyenek annyira túlsúlyban. Nagyon sokan beszámolnak arról, hogy pusztán attól fogynak, hogy elhagyják a kenyeret az étkezésből. És a gyümölcsök, cukortartalma, szénhidráttartalma,
Tehát ugyanúgy nem javasoljuk estére a gyümölcsök fogyasztását. Estére nem javasoljuk a gyümölcsöket, a gyümölcsöket inkább délelőtt fogyasszuk, a zöldségeket inkább délután fogyasszuk, de az a tapasztalat, hogyha valaki csak nyerset étkezik, és azt nem elkészítve, hanem csak úgy, ahogy van felvágva elfogyasztja, akkor akármennyi tehet belőle, akkor is fogyni fog. De nem vég nélkül fog fogyni, hanem csak a felesleget fogja lefogyni, aztán ez egy idő múlva megáll. Tehát ez annak jó hír, aki szeret mennyiséget enni, mert akkor így lehet mennyiséget enni. Beszélj meg egy kicsit a nyers ételekről, ugye? Tehát, hogy legújabb tanulmányok szerint az összes ilyen nagy tömegű zöldség és gyümölcsgyártó egyrészt rengeteg vegyszert használnak, olyan mesterséges anyagokkal pumpálják a növényeket, és a végén még le is fújják mindenféle olyan viaszosítónak látó anyagokkal, és akkor elmondom, hogy a nyers étel táplálkozás fogyasztók legalább olyan veszélyeztetettek, mint akik bevennek, és a chipseket leveszik a polcról, és csak azt teszik. Erről mi a véleményed? Nem teljesen így gondolom. Egyik se jó, tehát azért a legjobb mégis az, hogyha próbáljuk a tiszta forrást felkutatni, tehát a piacon megkeressük azt, aki lehetőség szerint a saját kertjéből árulja a zöldségeket, gyümölcsöket. A chipsről nem tudok olyan helyzetet mondani, amire azt mondanám, hogy az jó, de növényeknél azért még mindig jobb, hogyha a növényi táplálékhoz nyúlunk, de ismétlem, hogy keressük meg a tiszta forrást. És itt bekapcsolódik egy picit a tudatosság is, tehát amilyen energiaszinten vagyunk, olyan hamar fog kiürülni a méreganyag a szervezetünkből. Ha valamiért len van az energiaszintünk, akkor az tovább meg tud a rezgése miatt maradni bennünk. Tehát innentől megint a mi felelősségünk az, hogy hogyan étkezünk, hogyan élünk, meg tudjuk-e teremteni a belső békénket. Ez ugye a mai világban egy nagy kihívás. Beszéljünk kicsit a fogyasztószerekről. Ezt látjuk, hogy általában, bocsánat a kifejezés, elég pofátlan állításokat tesznek a fogyasztószer forgalmazók, gyártók, hogy egy idő múlva kiderül, hogy hát ez sem volt igaz. Tehát, hogy általában milyen elvre épülnek ezek a fogyasztószerek, és mennyire hatékonyak a tevéleményszer. Még nem beszéltünk az enzimekről, amik szintén fogyasztószerek, tehát azt még hangsúlyozzuk ki, hogy az enzimek nélkül sincs emésztés. Tehát nem csak ahhoz, hogy igaz legyen az a szlogen, hogy amit ma megeszel, emészd meg holnapra, az kellenek enzimek, mert azok nélkül meg ez nem lesz igaz. Hogyha nem tudunk minden nap friss zöldséget, gyümölcsöt bevinni az étkezések alkalmával, amik tartalmazzák a friss növényi enzimeket, akkor ezt meg lehet tenni tabletta vagy porformájában, természetesen itt is a tiszta adalékanyagmentes formákat kell választanunk, mert vannak olyan növények, amik kiemelten alkalmasak erre. Mindegyikben vannak természetesen enzimek, de például a papajának a papain enzimjét szoktuk ajánlani a fehérje emésztés segítésére, az ananásznak a bromelin enzimjét szoktuk ajánlani a szénhidrátok emésztésére, és a kurkuma pedig nagyon sokat tud segíteni a zsírok emésztésében. Hogyha ebből egy ilyen komplexet beviszünk az étkezés mellé, akkor valóban meg lesz emésztve az étel. Tehát a nyerő triumvirátus az a ananász, papaja és kurkuma, igen, illetve ezeknek az enzimét tartalmazó, igen, készítmények. Megmondom őszintén, én is enzimpárti, hogyha fogyásról van szó, akkor mozgás és enzimeket, hogy képes legyen a szervezet. A másik az, hogy ha már mellé lelki okokról beszélgetünk, hogy általában a test mindig akkor halmoz fel, hogyha nincs biztonságban, nyugalomban, mert úgy gondolja, hogy lehet, hogy a következő hónapban már nincs mit ennem, most ezek ilyen ősfélelmek, igen, és ezért van az, hogy ilyen nappal táplálkozik. Igen, illetve a koplalásnak is van egy ilyen hatása, hogyha azt hiszük, hogy majd egy napig nem eszünk, és akkor tényleg koplalunk, nem a léböltről beszélek, hanem amikor tényleg koplalunk, akkor amikor újra enni kezdünk, akkor még jobban fog raktározni a szervezetünk, mert nem tudja, hogy most a koplalásnak vége van, vagy nincs vége. Tehát ezért a koplalás az nem fogyókúra. És az sem fogyókúra, amikor vannak olyan szerek, amik csak a vizet hajtják ki belőlünk, és akkor pillanatok alatt 2-3 kilót le lehet fogyni, esetleg beleférünk abba a ruhába egy este alkalmával, amiben szerettünk volna, de ez nem az igazi fogyás, mert a vizet azt vissza kell, hogy vigyük, és az ugyanúgy vissza fog jönni. Tehát a legcsúnyábbak, amik olyan tudatmódosítással próbálják meg az éhségérzetet kivenni ideig, óráig, de most amikor meg nem, elkezded nem szedni, akkor meg ezerrel jön vissza egy addíció, és akkor kétszer, igen, annyit, hát háromszor annyit szed. A kiegyenlítődés az itt is működik, tehát a szervezetünk törekszik az egyensúlyra. Hogyha ilyen dolgokat művelünk vele, akkor az vissza fog ütni mindenképpen, ezzel számolhatunk. Érdekes dolog, amikor Kínába jártam, többször jártam ott, és fogyókúrával kapcsolatban kérdeztem ottani kínai orvosokat, és ők azt mondták, hogy alapvetően a
az elhízásnak az egyik legfontosabb oka az unalmas táplálkozás. Tehát, hogyha általában ugye krumplis tészta, paprikás, most tök mindegy, van egy ételsor, amit a szervezet megszok, és egy idő múlva nem tud vele mit csinálni, és ezt elpakolja, ugyanúgy méregnek tekinti, mert nem tud vele mit csinálni, és akkor azt javasolják, hogy próbálja meg egy teljesen új étkezési módot, tehát nem feltétlenül most már legyél húsevideg vegetáriánus voltál, hanem mit tudom én, bambuszt ügyet tegyél, hogyha idáig nem azt tettél, és csinálj egy új élelmiszersort, és akkor a szervezeted elengedi a régi terheit, és ezekből az új anyagokból viszont egészséges leszel, viszont közben meg lefogysz. Mi erről a véleményed? Mindenképp úgy gondolom, hogy van benne igazság, hiszen az érzés is számít, hogy hogyan eszük azt az ételt. Európában egy váltó diéta, de hát ott akkor ez nem derült ki a számomra. Számít, hogy hogyan eszük az ételt. Hogyha unalommal eszük, hogy megint ez van, mert tényleg van mondjuk 6 vagy 7 fél étel, amit fogyasztunk, és egyiket követi a másik, és ezt megszokjuk, akkor nem adja meg azt az örömet, azt az energiát az étel már után, hanem unottan eszük. Ez valóban nem jó, ezt nem kellene megvárni, hanem ezért jó, hogyha minél szélesebb körűen próbálunk megétkezni. És akkor most elmondjuk az igazi mentális megoldást. Ugye azt már látjuk, hogy a szentelt vizet, illetve tudjuk, hogy a szentelt vizet hogy készítik, tehát hogy mi, ha megfelelő tudati szinten vagyunk, hivatkozok erre, amit az előbb mondtál, akkor igenis képes vagyok én azt az ételt megáldani, bármi is legyen, azt hozzáteszem, és megmondom, hogy ez az étel most azért kerül a szervezetembe, mert szolgálja azt, hogy én fizikailag, szellemileg friss legyek, viszont ez az étel nem marad a szervezetemben, sőt hozzájárul ahhoz, hogy az összes többi káros lerakódást ürítse ki a szervezetemből, egészséges, frissen maradok, tehát gyakorlatilag elkészíted a saját kis mentális idézőjelben mesédet, amivel te minden ételt megáldasz, megköszönöd azt az ételt is, és a célt a végére teszed, hogy köszönöm szépen, hogy én ettől az ételtől képes vagyok lefogyni. Én már Vikén mindig látom, amikor én mondok valamit, hogy mit akarné erre mondani. Na most ez itt az én mesém volt, most jön a tied, hogy beszélsz az ételeiddel. Azt gondolom, hogy régen is megáldották az ételt, és feltétlenül most is meg kellene áldani, tehát az valóban egy köszönet és egy hála a természetnek, hogy azt odaadta nekünk, de nem mindegy, hogy milyen hittel mondjuk ezeket a szavakat, és egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan került az étel az asztalra, hogy az növényi vagy állati. Hogyha állati, akkor az áldás az már másra is kiterjedhet, hiszen ott van egy élőlény, akinek lelke volt, akinek én tudata volt, és nem akart feltétlenül a mi asztalunkra kerülni, és teljesen más dolog egy növénnyel ugyanezt tenni. Tehát itt különbséget akarnék tenni. Mindenképp jónak tartom az áldást, de ugyanakkor azt sem gondolom, hogy akkor majd én gyilkolom az állatokat, majd úgyis rádobok egy áldást, és akkor majd nem számít, hogy gyilkolom az állatokat. Tehát azt, ahogyan az állattal bánok, azt nem tudom egy áldással feloldani, úgy gondolom. Ugye most két dologról beszéltünk nagyjából. Én szerettem volna egy olyan program szöveget, hogy a kedves néző, aki fogyni akar, szentelje meg az ételt, és a végén tegyen le egy olyan programot, hogy bármit eszek, én ettől fogyok. Na most egyértelmű, hogy ha avatárban gondolkodunk, hogy szépen kell ölni, hogy finoman fogalmazok, nem kell ölni, hozzáteszem, tehát nem vallom azt, hogy az emberek ha az muszáj, állatok életét akkor muszáj, úgy kell, így van, de az a fajta feloldás, nagyon sokszor beszéltem már tibeti szerzetesekkel is, akik nem tudnak más tenni fönt a 4-5000 méter magasba csak a kecskék húsát, és ők is föntartják az életüket annak ellenére, hogy ölniük kell és hús kell lenniük, de egy megszentelt ételt visznek a testükbe. Tehát az, hogy a hit mennyire erős, mennyire tudok én annak az állatnak a szellemével azonosulni, bocsánatot kérni tőle, és megköszönni azt, hogy én az életerőmet táplálja. Tehát minden a mentális szinten dől el. Valóban, ha én egy gyilkos vagyok, és nem szentséggel ölöm az állatot, én ugyanolyan szentségtelen testű és gondolatú leszek. Tehát ebben teljesen egyetértünk. Ez már a mi kis külön beszélgetésünk Vikivel, de ez a jó benne. A fogyókúrától egy kicsit elkanyarodtunk, igen? És abból a szempontból kanyarodjunk is vissza, hogy sokan félnek attól, hogyha elhagyják a húst, akkor majd meghíznak, mert talán mindenki ismer ilyen példát, hogy esetleg valaki, amióta nem eszik húst, azóta szedi föl a kilókat. Ez akkor igaz, hogyha a húst vagy az éhségérzetet, ami jelentkezik, azt kenyérrel, tésztával akarjuk pótolni, mert héten nem teszünk be másat, a húst nem ehetünk, akkor együnk valamilyen tésztafélét. Azt gondolom, hogy tájékozódni kell, ma már ez nyitott az interneten, és rengeteg könyv elérhető, hogy a hús helyett milyen sokféle táplálék áll még rendelkezésre, hogyha széles a paletta, akkor nem kell attól tartani, hogy elhízunk, sőt, fogyhatunk. Nagyon elbeszéltük az időt, 2 percünk van hátra. Két gondolatom van még. Az egyik, amikor táplálkozunk, akkor egy új fogalmat tanuljunk meg,
hogy a glikémiás indexe milyen ennek a tápláléknak, mert hogyha az azonnal a vércukorszintet emeli, akkor az jó esélyünk van rá, hogy a szervezet eltárolja és nem használja föl. Ez egyik. A másik a paleo táplálkozásról csak egy mondatot, hogy én tisztelem ezt a törekvést, nagyon sok embernek segített, de ugyanakkor vegyük tudomásul, hogy az a hús, amit ma elfogyasztok, és az a hús, amit 20 ezer évvel ezelőtt az ősöm a tiszta környezetben élő állatból vett magához, és nem kapott tápszert, vegyszert, oltásokat, hormonokat, az nem ugyanaz a hús. Tehát, hogyha tudunk tiszta forrásból húst szerezni, és azt megfelelő szentséggel a testünk részévé tudjuk tenni, akkor igenis el kell gondolkodni a paleo táplálkozáson, de az, hogy rendszeresen megyek a henteshez, és az onnan hozott húsokból próbálom ezt a paleoféle táplálkozást megoldani, na ezzel elkölcsileg, mentálisan és spirituálisan nem tudunk egyetérteni, az mert, hogy az elvet nem feltétlenül tartanám rossznak. Tehát jó. A zárszó mindig a tiéd, mit üzennél a fogyókúrás kedves nézőkénknek? Hogy a fogyókúrát azt nyugodtan elkezdhetjük, de ne gondoljuk azt ugye, hogy egy-két nap alatt ez majd végbe fog menni, hanem ez is egy folyamat. Kezdjünk bele, nézzünk körbe, hogy mit, hogyan tudunk betartani, ami számunkra kényelmes, és akkor egy-két hét alatt már elkezd látszódni az eredmény. És ezek a sikerek, amikor megjön az első pár kiló, ami tartósan lejön, na ez vezet oda, hogy akkor már én tudom, amikor nem figyelek oda, és este bekapok valamit, akkor másnap ugyanúgy visít az a hűtőszekrény ajtó, hogy gyere ide. Amit kiemelnék, az az életmódváltoztatás, tehát hogyha lefogytam, de utána ugyanúgy fogok élni, hogy azelőtt, akkor a kilók vissza fognak jönni. Tehát akkor az életmódot azt szerint meg kell változtatni, hogy ez a fogyáshoz tartós maradjon. Igen, ehhez meg mind tudatosság és akarat kell. Igen. Tehát ezzel mindjárt rendelkezünk, csak nem mindjárt használjuk, ugye ez lehetne a zárszó. Megköszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Viva Natura, Vivat Natura című adásunkat láttátok. És én azt gondolom, hogy aki fogyókúrázni akar, vagy baja van a súlyával, az egy-két jó gondolatot kapott tőlünk. Sziasztok!